Megváltozott a Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központ tagintézményeinek működése. Ezek ugyanis november 1-én bezártak. A meghirdetett rendezvények többsége azonban nem marad el. Csak az épületek kapuit zárták be, a munka tovább folytatódik. A közel 60 közművelődésben dolgozó szakember a Landorhegyre tette át székhelyét. Egy kicsit nehézkesen, de nyilvánvalóan összehúzva magunkat, azt is meg tudjuk oldani, hogy a kollégák mindannyian, az összes intézmény összes dolgozója valamilyen módon itt a VMK-ban talál magának egy íróasztalt, vagy éppen egy olyan munkaállomást, ahol tud dolgozni. Tehát nagyon fontos, hogy minden munkavállaló kollégám dolgozni tud, minden munkavállaló kollégám itt van a VMK-ban minden nap, és igyekszünk megoldani azokat a feladatokat, amik nyilván most olyan újdonságként hatnak, amiket egyelőre nem mindig ismerünk, de ezeket is meg fogjuk oldani, ahogyan a Covid-járvány alatt is megoldottuk. Az előre megszervezett koncerteknek és családi programoknak a Keresztúri VMK ad otthont. A nagyteremben most a hétvégi vasútmodell kiállításra készülnek. A Városi Hangverseny és Kiállítóterem, illetve az Art Mozi a rendezvények idején megnyitja kapuit és fogadja a látogatókat. Az Art Mozi a mostani tervek alapján jövő év március 31-ig sajnos zárva tart, viszont az idei évben tervezett rendezvényeinket természetesen még megtartjuk. Erre a közönség a Keresztúri Dezső VMK-ban, illetve a online vásárolhat jegyeket. Minden programról bővebb információt az Art Mozinak a Facebook oldalán, illetve a Keresztúri Dezső VMK per Art Mozi oldalon találnak meg a látogatók. A moziban színházi produkcióval, a népszerű Duma Színház előadásával, valamint bűvészshowval és könnyűzenei koncerttel is várják az érdeklődőket.